Milyen tisztelt bíboros úr, tisztelt főigazgató úr, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt főosztályvezető asszony és urak, tisztelt meghívott vendégeink! Köszöntöm Önöket itt nálunk az Országos Széchenyi Könyvtárban, az alapítók terében. Örülök, hogy itt vannak. Őszentsége Ferenc pápa magyarországi látogatásának tiszteletére szerveztük meg legújabb kamarakiállításunkat. Uram, hallgasd meg az én imádságomat, a magán áhítat könyvei a középkor végén címmel. A tárlat bemutatja a késő-középkori magyar királyságban és tágabb környezetében magán áhítat céljára használt latin és népnyelvű kézírásos és nyomtatott könyveket. Megnyitónkon elsőként felkérem Rózsa Dávid főigazgató urat, köszöntöm beszéde megtartására. Eminenciás és főtisztelendő bíboros úr, főosztályvezető urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Zúg a világ, háborúk, gazdasági kilengések, járványok, egymásba érő évszakok, a mesterséges intelligencia gyártotta szövegek, szobánkba kúszó utcamoraj, messze még a csend. Mindannyian áhítjuk a csendet, hiszen a stabilitás univerzális igényünk. A kultúra intézményei, a természet és a vallási áhítat helyei képesek arra, hogy lehetővé tegyék a csendből jövő nyugalom megélését. A Nakhon-Csipán hercegében elmerülő tekintet, a vétjemi ősbükkös kirándulója, vagy a tihanyi bencés apátság áhítatán résztvevő állampolgár a csend tapasztalatában részesül, amely kikülöníti őt a mindennapok szövetéből. Három különböző forrásvidékű csend tapasztalat egy azon lényeggel, az önmegértéssel. Az ima megértés, az ima a valahonnan valahová jutás eseménye. Ima közben úgy közeledünk Istenhez, hogy közben megtaláljuk önmagunkat, és megéljük a csendet. A most megnyíló időszaki tárlatot csendhajléknak is nevezhetjük. Az Uram, hallgasd meg én imádságomat, a magánáhítat könyvei a középkor végén című kamarakiállítást Őszentsége Ferenc pápa magyarországi látogatásának tiszteletére szervezte az Országos Széchenyi Könyvtár. A késő középkori magyar királyságban és tágabb környezetében magánáhítat céljára használt latin és népnyelvű kézírásos és nyomtatott könyvek különböző típusait mutatja be. A kiállított 7 kódex és egy nyomtatvány, valamint az ezeket kiegészítő digitális eszközökön hozzáférhető anyag segítségével bevezetjük a látogatót a késő középkori imakönyvek színes világába. E személyre szabott könyvecskéken keresztül bepillantást nyerhetünk középkor végi emberek lelki életébe, aggodalmaiba, reményeibe. A látogatók megtekinthetik gyűjteményünk egyik leggazdagabban díszített kéziratát, megtudhatják, mi mindentől védekezhetett imádsággal egy 16. század elejé apáca vagy férfi, és megpróbálkozhatnak a nyelvemlék kódexek magyar szövegeinek kibetűzésével. Kívánom, hogy a magánáhítat terében mindenki részesüljön a mindennapokban oly gyakran áhított csendben, amelyet magával vihet a Nemzeti Könyvtáron túli zajba. Köszönöm a kurátori munkát Korondi Ágnesnek és Sarbak Gábornak, a Fragmentált Kodicész kutatócsoport tagjainak. Köszönöm az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársainak a kiállítás létrejöttért tett erőfeszítéseiket, Gazdag Máriának és Takács Tamásnak a tervezési, a Kiáll Kft.-nek pedig a kivitelezési munkálatokat. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem bíboros urat, hogy mondja el köszöntőjét. Igen, tisztelt főigazgató úr, hölgyeim és uraim! Nagy öröm, hogy részt vehetek ezen a kiállítás megnyitón Ferenc pápa magyarországi látogatásának alkalmából. Azt hiszem, hogy az előkészületek valóban nem csak a mai lelki élet síkján folynak, mert ott is, tehát a püspöki kar kiadott egy közös imaszöveget, amit most már hetek óta minden szentmise végén közösen mondunk, hanem a kultúra területén is, például egy ilyen igényes kiállításnak a megrendezésével. Egyébként, hogy is van ez a dolog a humán erudíció meg a személyes vallásosság kapcsolatával? Mert hát ugye a késői középkorban, ahogy ez a kiállítás is mutatja, voltak azért emberek, akik már
tudtak könyvet használni, kéziratos könyvet, nyomtatott könyvet, de nem a legmagasabb latin nyelvű tudományosság szintjét igényelték, hanem inkább a népnyelvnek, inkább az egyszerű személyes, vagy éppen gazdagon illusztrált imádságos könyveknek a formáját. Na most találkozott tehát az emelkedő írásbeliség és műveltség, például a női szerzetes rendekben, a lelkiséggel. Találkozott? Hát éppen ez a lényeg. Ma is, újra, most is öltesszük magunknak a kérdést, hogy mi a kereszténység lényege. Az utóbbi években ez újra radikálisan fölmerül. Talán természetfilozófia vagyunk. Tanulmányozzuk a világot, a társadalmat, az élet problémáit, és ami éppen észszerűnek, alkalmasnak látszik, arra mondjuk azt, hogy ebben hiszünk. Hát ez is egy vallás, de ez nem a kereszténység, ez inkább egy természetvallás lehet. Hát akkor micsoda? Nyilván kinyilatkoztatásra épülő vallás vagyunk, a keresztény a názareti Jézus Krisztus tanítványa, ma is. Krisztusnak az élete és a tanítása pedig megismerhető, mégpedig a történelem útján ismerhető meg, mert ő valóságos történelmi személy volt, ma is az. Az evangéliumok, az új szövetség könyvei, az egyház hagyománya, sőt a Biblián kívüli források is nagyon értékes és igaz elemeket tartalmaznak az életéről és a tanításáról. Na most ahhoz azonban, hogy azt ma megismerjük és jól megértsük, hát ahhoz kell egy bizonyos szellemi műveltség. Én nem azt mondom, hogy minden hívő embernek nélkülözhetetlen, de hogy kell ma is egy háttérapparátus, aki segíti és biztossá teszi a hitünknek a történelmi alapjait, ez nyilvánvaló. Ugyanakkor azonban ez nem elég. Tehát a kereszténység az nem puszta történettudomány, nem is kulturális antropológia, hanem egyúttal személyes vallási meggyőződés. Tehát kell egy személyes, direkt, spirituális kapcsolat is Jézus Krisztussal, nem pusztán a történelmi kapcsolat. Ezt a személyes kapcsolatot az imádság, vagy például a ma újra divatba jövő szentségimádás és sok más olyan forma jeleníti meg, ami éppen a fiatalok körében ma megint elkezd terjedni. Tehát hogy is van ez akkor? Egyszerre a történelmi valóság és az erudíció, és a személyes spirituális tapasztalás. Na most ennek a két elemnek a késő középkori találkozását dokumentálja a jelen kiállítás. Úgyhogy nagy áhítattal és ugyanakkor az aktualitás érzékével tudjuk meglátogatni, adja Isten, hogy minden látogatónak, minden szemlélőnek épülésére szolgáljon. Köszönet illeti mindazokat, akik ezt lehetővé tették. Megkérem Sarba Gábor tanár urat, hogy tartsa meg szakmai megnyitóját. Eminenciás uram, főigazgató úr, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy örömömre szolgál, hogy éppen kutatócsoportunk vállalhatta egy kiállítás megrendezését, és hogy Korondi Ágnes kolléganőm, a Magyar Kódexek kiváló ismerője és kutatója alapos munkájáért elsőként és szokatlan módon rögtön itt a köszönetemet fejezhetem ki. Egyúttal már is ajánlom önöknek, hogy olvassák a feliratokat és lapozgassanak majd a kivetítőn ott a túloldalon, hogy kis bevezetőm után a kötetek szemrevételézése közben élvezhessék Ági szakértő magyarázatait, és tehessenek föl neki kérdéseket. A pápalátogatás nyilvános és közérdeklődése számot tartó esemény sorozata mellett az itt kiállított 7 kódex és 1 nyomtatvány a leírt, formába öntött, tehát már kötött megfogalmazású imádságokat és liturgikus szövegeket állítja elénk, amiket el lehetett olvasni, fel lehetett olvasni, el lehetett énekelni vagy recitálni, és ezután el lehetett rajtuk gondolkodni, másképpen fogalmazva, át lehetett elmélkedni mondandójukat. Ennek a folyamatnak abban a korban az egyik tablón is olvasható ruminare vagy rumináció volt a neve, ami a hallott vagy olvasott anyag újra megrágását, megemésztését jelentette. A részleteikben idézett, a falakon és a kijelzőn is megszemlélhető imaszövegek
ma is változatlanul időszerűek, úgy vélem, a nyílt szívű olvasót most is meg tudják szólítani. Kiállításunk címét a magyar nyelvű kéziratokból válogatva vettük. Elsősorban a Keszthelyi Kódex oldalain levő 101. Zsoltár kezdetét éreztük erre alkalmasnak, kellően kifejezőnek. Amikor eleink imádkoztak, e fordulattal vezették be könyörgéseiket, latinul, magyarul, bármilyen nyelven végezték is a zsolozsmát. Bent a teremben pedig a napot elindító fordulatot láthatják, Domine labia mea aperi, ezt az 50. Zsoltárból nyisd meg, Uram, ajkamat. A középkori teológiai irodalomban Szent Pál levelei mellett a Liber Psalmorum volt a legtöbbet magyarázott könyv. Úgy gondolom, ez érződik a kiállított anyagunkon is. A Zsoltáros könyv ekkorra, a középkor végén a 15. században vagyunk, már régen imádság lett, elveszítette az első évezred derekán még rá jellemző olvasmányos, azaz lekció jelleget, amire akkor a szerzetesi hallgatóság jellemzően egy rövid csenddel válaszolt. A zsoltárok megismerése a plébániai vagy valamely városi iskolában kezdődött. Az első zsoltár kezdőbetűje, a díszesen megrajzolt Beatus, a B betű, volt az elindulás azon az úton, amely az olvasás, írás és az elengedhetetlen énektanulás volt. Az iskolások a templomi szertartásokon is mintegy hivatalból részt vettek. Énekeltek a misén és a zsolozsmán, és így énekelve sajátították el a teljes liturgikus repertoárt. Az iskolás énekesek nélkül elképzelhetetlen volt még a régi korokban oly annyira kedvelt körmenet, a processzió és a különféle egyházi és világi vonulások. A nem klerikusok pedig bizton számíthattak arra, hogy a hosszabb ünnepnapi prédikációk hallgatása során hatalmas mennyiségű szentírási idézettel találkoztak időről időre, és a találóval jellemző fordulatok ezáltal önkéntelenül is beléjük ivódhattak. Nézzünk egy-két korabeli példát. Második Ulászló király a velencei diplomáciai jelentések szerint vallásos és buzgón hívő ember volt. Ez a király sokat imádkozik, naponként 3 misét hallgat. Fia, második Lajos, király számára is természetes volt például, hogy 1525 úrnapjának előestéjén, azaz vigiliáján, akkor ez június 14-ére esett, a várkápolnában részt vegyen a vecsernyén, és másnap magán az ünnepen pedig ugyanott a misén, a körmenetet pedig egy sátorból szemlélték. Valamivel később, a velencei követjelentésben azt olvashatjuk az éppen 20 éves Lajosról többek között, hogy minden tanulmányra alkalmas volt, ez az aptuadonnyi disziplína, valamint beszéli a magyar, cseh, lengyel, latin és német nyelvet, olaszul is ért valamit és néhány szót beszél is. Továbbá minden nap misét hallgat, ünnepnapokon prédikációt is és énekes misén vesz részt. Hogyan követte az uralkodó a szertartást? Együtt énekelte a mise ordináriumát a kórussal? Elképzelhető. Volt-e misszália a kezében? Biztosan nem. Imakönyve lehetett? Úgy vélem, igen. Díszes és kézbefogható méretű, latinul, hiszen hallottuk, bírta-e nyelvet is. A királyi könyvgyűjtemény pedig a közelében volt. Még egy példa. 1510-ben járunk, egy gyulai eseményről számol be Szerémi György, második Lajos király, utána pedig Szapolyai János udvari káplánja. Ezt írja emlékiratában Magyarország romlásáról. Az úrnő, vagyis Korvin János özvegye, eltávozott a világból atyánkhoz, eltemettük őt a barátoknál tisztességgel. És most jön, amiért hozom az idézetet. Ő érette is énekeltem a Zsoltáros könyvet 10 iskolással. Azt írja, hogy cum december sonis scholasticis, hogy 10 iskolás személlyel, nem az, hogy pueris, ez egy érdekes fordulat. És utána mi következett? Utána bőségesen megvendégelték őket. Én azt hiszem, hogy ebben, ha átnézek a túloldalra, mindjárt reménykedünk most. Ezek után érthető a kiállított anyagban a zsoltárok hangsúlyos jelenléte, ami csebben a tenger jól tükrözi a psaltériumnak a liturgikus gyakorlatban és a keresztény gondolkodásban, valamint az irodalomban elfoglalt központi helyét.
Elsősorban a tanulásból és a napi zsolozsmából forrásozik tehát a zsoltárok ismerete, amely a klerikusokon kívül a társadalom egyre szélesebb, már írni, olvasni, jól tudó, műveltebb rétegeinek a gondolatvilágát átjárta, nyelvi kifejezéseit meghatározta, akár a korabeli értelemben vett pontos idézés, akár csak egy-egy félre ismerhetetlen hivatkozás alakjában. A kiállított kötetek reményeink szerint érzékeltetni tudják, hogy a templomi vagy a kolostori liturgia világa mellett létezett már egy olyan közeg, amelynek egyik része a latin szertartási nyelvet többé-kevésbé ismerte, a másik, nagyobbik része pedig már sokkal biztosabban tájékozódott az anyanyelvű imádságok rengetegében. Mert magyar és német, cseh, francia nyelvű imaszövegek, elmélkedések, szentírási részletek bőséggel álltak rendelkezésükre. A sokféleség érzékeltetésére engedjék meg, hogy a jellemző műfajok közül néhányat felsoroljak. Szűz Mária kis zsolozsmája, a hét bűnbánati zsoltár, egyrészt a zsoltáros megfogalmazásában, másrészt pedig a Petrarka féle hét bűnbánati zsoltár formájában. A különféle alkalmakkor mondandó imák, Őrangyalhoz, megholtakért, vagy éppen a mise alatt, áldozás előtt, áldozás után, úrfelmutatás előtt. Vagy a többször említett zsoltárok és a kiállított keszthelyi kódexben a 150 zsoltár magyarul olvasható, vagy a nagyon sok alkalommal elénekelt minden szentek litániája. Bármelyik késő-középkori kézirat gondos vizsgálata és olvasása nyomán képes feltárulni előttünk-e könyvek érdekes és fordulatos sorsa. A 14. század második felében keletkezett ferences zsoltáros könyv sokáig használatban volt, és valamelyik használója pedig óhatatlan kényszert érzett, hogy a hónapneveket magyarul is bejegyezze a latin mellé. Nem állt egyedül e téren. Más rendek liturgikus könyveiben is feltűnnek a magyar hónapnevek, nem csak kézírásos kiegészítésként, hanem a latinul nyomtatott könyvben magyarul kinyomtatva szerepelnek a kalendáriumban. Egy későbbi kéz a zsoltárok kezdő szavait írta be a kotta mellé, valószínűsítve a székelyföldi magyar nyelvű zsoltár éneklést. Az 1741-ből származó legkésőbbi bejegyzés ugyan nem biztos, hogy a kötet megszakítás nélküli használatára utal, hanem arra inkább, hogy a kötet egy plébániai könyvtár még akkor is megdecsült darabja lehetett. Egy másik breviáriumnak felső Magyarországról, tehát a papi zsolozsma könyvének jelenlétét azzal tudjuk megmagyarázni, hogy Psaltírium részének margójára írt bejegyzések a zsoltárok mélyebb megértését hivatottak elősegíteni, ezzel mintegy a magán áhítattal teli elmélkedő olvasás irányába mutatván. A zsoltárok utáni szabad helyen látható egy diagram, amely Szűz Mária nevének kezdőbetűjéhez rendelt egy-egy, ugyanazzal a betűvel kezdődő zsoltárt vagy kantikumot. A hivatkozott zsoltárok mellett pedig a margón fel van tüntetve, hogy az melyik névbetű tiszteletére kell elimádkozni. Scriptor, azaz kódexmásoló neve is ismerte kötetek némelyikéből. Tudjuk, hogy a német Magdalena von Stein imakönyve Bernhard Fendt munkája 1509 körül. Tudjuk, mert beleírta. Figyelmükbe ajánlom még a Sixtus Schenkde Wertingen által Augsburgban 1505-ben másolt imakönyvet, ami a művelt Konrad Mörlin apát tulajdonában volt. Elég rápillantani a kiállított sokféle írásra, azonnal látszik, hogy egy-egy kéziraton többen is dolgoztak, és elkészülésük után tulajdonosaik bejegyeztek egyet mást a szövegbe, azaz a kézirat élt, mert forgatták, arra használták, amire való. Mitől szép egy kódex? Szépek benne az iniciálék, a miniatúrák, a képek. Szép és gondos az írása? Vagy fontos a tartalma? Feltehetően mindezen elemek együttese eredményezi, hogy közel érezzük magunkhoz egy-egy régi kódexet. Úgy érzem, akkor járunk legközelebb az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy a kötetek elsődleges szépségét és báját a használatuk adja. Ezek egy része elhasznált kódex, vagyis volt értelme összeállítani őket anno nagyon régen. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy befejezésképpen azzal fejezem be, amivel kezdtem, hogy Korondi Ágnesnek köszönöm szépen a munkáját,
aki így nappal át éve dolgozott ezen. Ezt szó szerint kell érteni, mert 2:06 is kaptam tőle e-mailt, amire ugyan reggel 5-kor tudok válaszolni, de ez már egy másik történet. A szervezési ügyeket pedig Szemmerédi Ágnes intézte fáradhatatlanul, úgyhogy ezért nagy köszönet illeti őt is. A többi munkatárs nevét hadd olvassam föl. Kutatócsoportunk tagjával kezdem, Borecki Annával, aki művészettörténeti vonatkozásokban segített nekünk sokat. Földesi Ferenc és kollégája kézirattárból segítettek. Horváth Barnabásnak a gondos korrektúra olvasást köszönjük. Továbbá Horváth Diánának, Hutai Zsófiának az angol szövegek korrektúráját. Kőrösi Csilla, Júlia, Péterfi Gyöngyvér, Péter Silka, Ákos, Ruska Lívia és Seregély Ákos volt az, aki a digitális kijelző szövegjavítására mindig készen volt. Sudár Anna Mária és Szovák Márton segítségért is köszönettel tartozunk, valamint Gazdag Mária és Takács Tamás tervező grafikus munkáját dicséri mindaz, ami könyveinket látványban és szövegformálásban körülveszi. A magunk részéről pedig nagyon hálásak vagyunk mindkettőjüknek a nyitott eszmecserékért, amelyekből nyugodtan állítom, hogy sokat tanultunk. Köszönet nekik. Ezek után nem maradt más hátra, mint hogy non meis meritis megtisztelő feladatom, hogy a kiállítást megnyissam. Megnyitom. Miután pedig most már megnyílt, a nap legkellemesebb bejelentését kell megtennem, örömmel adom át a szót Korondi Ágnesnek a kiállítótérben. Önöknek elgondolkodtató estét kívánok, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A megnyitót követően tehát Korondi Ágnes, a kiállítás kurátorasszonya tart nekünk tárlatvezetést előreláthatólag 2 turnusban. A terem befogadó képességének korlátozottsága miatt egyszerre 10-10 ember tud majd részt venni ezeken. Amíg a kiállítás megtekintésére várnak, addig, ahogy tanár úr is említette, szeretettel várjuk önöket egy kis üdítőre és harapnivalóra szemben a Corvina termek előtt. Tartalmas időtöltést kívánok. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra.